Kaszás Attila díj 2012. A díj egyik jelöltje 2012-ben Bányai Kelemen Barna. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának egyik legnépszerűbb művésze. Többek között a Senki sem tökéletes, avagy Nincs, aki hűvösen szereti, és a Bányavirág című előadásokban szerepel. Sokáig hezitáltam tulajdonképpen. Beiratkoztam egy másik egyetemre, és ott 2 hónapot jártam. Az egy menedzsment szak lett volna. Laptoppal kellett volna járjak, kosztümbe, meg kis autóval. Nem tetszett. Nagyon sokat jártam színházba, nagyon sokat jártam a színművészeti egyetemre, ott nagyon sok előadást néztem, Dugiba, bámészkodtam és csodáltam őket. Mindenki jött és ajánlotta, hogy esetleg nem próbálkoznál, vagy nem akarnál, és mindig azt mondom, nem, hát nem nekem való. Aztán végül úgy döntöttem, hogy mi lenne, ha. És akkor mondtam, hogy hát jó, akkor legyen. A díjat 2008-ban azzal a céllal alapították, hogy a magyar ajkú színművészek szakmai és emberi elismerésén túl Kaszás Attila szellemi hagyatékát is méltón ápolják. Nem számítottam én erre. Annyira megleptek, amikor fölhívtak telefonon, hogy döntősök között vagyok, hogy nem is jött, hogy elhiggyem. De a bizalom, hogy érdemesnek találtak erre a szellemi hagyatékra, ez egy nagyon szép dolog. A jelölt állításkor a legfontosabb szempont az volt, hogy a nomináltak megfeleljenek a Kaszás Attila díj szellemiségének, amelyet a díj jelmondata is kifejez, embernek lenni nem szerep. Én egyfajta alázatot látok benne, szerénységet. Persze ez nem áll szerénységet, hanem tényleg szerénységet. Tehát olyan fajta hozzáállást a munkához, amiben én tudjam magamról, hogy én megtettem mindent azért, hogy... És ez alatt azt értem, hogy becsületesen elvégeztem a munkámat, és úgy végeztem el a munkámat, hogy mögöttem vagy mellettem nem nyomtam le senkit azért, hogy én fönnébb kerüljek, vagy én kidugjam a fejem, vagy... Ezt látom például egy szellemi hagyatéknak. A Pécsi Országos Színházi Találkozón idén megkapta a MASZK Országos Színész Egyesület legjobb férfi alakításért járó díját. Színészekről nem sok marad. Éltünk egy kicsit, játszunk egy kicsit, deszkákat koptattunk, egy kicsit szöveget tanultunk, és emlék maradunk egy olyan közönségnek, ami néha van, néha nincs. Tehát ezt nagyon fontosnak látom, hogy úgy emlékezzünk egy olyan fajta művészetről, mert nekünk csak mi marad. Egy-egy példán, egy-egy fotó esetleg is az emlék. Szavazzon ön is a 2012-es év legkiemelkedőbb színészi és emberi teljesítményére, szavazzon a művészre, szavazzon az emberre. Kaszás Attila díj 2012.